Megfeszített munka folyik Bátaszék határában a Molyhostorhoz vezető úton. Ez közel 30 gazda közlekedését és az Európa hírű turista látványossághoz való feljutást szolgáló út, mely egy esőzés következtében rongálódott meg. Tátongó lyukak, széttöredezett patka. Ez lett az eredménye a tavaly júliusi viharnak, amikor 40 mm eső zúdult le a hegyről. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Viszmajor keletre. Mintegy 9,6 millió forint támogatásban részesült a város az útnak a helyreállítása érdekében. Döntöttünk is arról, hogy ezt amilyen gyorsan csak lehet el kell végezni, és ez a 9,6 millió forinthoz egy 4 millió forint önkormányzati önerőt is biztosítottunk. Fontos az út két szempontból is ennek a helyreállítása, egyrészt ugye hát a Molyhostölgy megközelítését szolgálja, másrészt egy nagyon fontos mezőgazdasági betakarítási útvonalon van, és hát igyekszünk, és a kivitelező is erre tett ígéretet, hogy a munka megkezdése előtt lehetőség szerint a munkálatok be is fognak fejeződni. Köműves Krisztián a kivitelező vezetője azt mondta, ha most nem csinálták volna meg az utat, várhatóan az őszi esőzések elámosták volna a szerkezetet. Előfordulhatott volna, igen, egy komolyabb alámosást követően lokálisan beszakadások keletkezése. Az építkezéssel párhuzamosan az út alsó szakaszánál a vízelvezetőket is kitakarították, így szeptember végétől, ha elkészül a javítás, már nem fenyegeti veszély a Molyhostölgyhöz vezető út minőségét.